Köszöntöm Önöket! Kisebbségpolitikai nagyüzem zajlik egy pár hete Európában. November 13-án az Európai Parlament átfogó jelentést fogadott el a nemzeti és etnikai kisebbségek védelméről. Az ENSZ pedig a napokban Genfben tekintette át az európai kisebbségek, köztük az erdélyi magyarok helyzetét. Mindeközben Romániában a helyzet változatlan. A december 1-i nemzeti ünnepen szinte egy szó sem esett a romániai kisebbségekről, a román-magyar kapcsolatról, ami ismételt bizonyítéka annak, hogy a román állam 100 év után sem hajlandó fölülvizsgálni, változtatni a többnyire magyar ellenes kisebbségpolitikáján. Engede az európai nyomásnak a Brüsszellel szemben egyre élesebb, szembehelyezkedő román kormány? Mi lesz a román politikum válasza az 1918-as gyulafehérvári ígéretek törvénybe iktató RMDSZ kezdeményezésre? Ezt vizsgáljuk a Metszetben. Kétségtelenül sok erdélyi magyar aggodalommal szemlélte a centenáriumi év történéseit, attól tartva, hogy a modern román állam megalakulásának évében fellángol a magyar ellenesség az országban. Szerencsére nem így történt, ám nem igazolódtak be azok reményei sem, akik a román-magyar viszony a kisebbségi jogok romániai helyzetének esetleges javulásában, a román-magyar párbeszéd felélénkülésében reménykedtek. A nagy román hivatalos narratíva szólamain kívül ugyanis sem a centenáriumi évben, sem pedig a december 1-i rendezvényeken nem esett szó az együttélés kérdéseiről, a kisebbségek helyzetéről. Ez az elemzők szerint azt mutatja, hogy a román állam továbbra sem hajlandó érdemben foglalkozni a magyar kisebbségi közösség jogsérelmeivel, és valószínűleg tovább folytatódik majd a burkolt magyar ellenes politika az országban. Magyarán, ha eddig nem volt egyértelmű, a december 1-i triumfáló román politikai elit részéről semmi pozitív változásra nem számíthat a magyarság. A helyzet azonban mégsem annyira kilátástalan. Az elmúlt hónapokban ugyanis onnan jött segítség, ahonnan sokan nem számítottak erre, az Európai Uniótól. November 13-án az Európai Parlament ugyanis jelentést fogadott el a nemzeti és etnikai kisebbségek védelméről. Ebben az EP képviselők arra szólítják fel az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezeljék hatékonyabban a nemzeti kisebbségek védelmét. A jelentés megjegyzi, hogy az EU még mindig nem rendelkezik hatékony eszközökkel a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának ellenőrzésére és kikényszerítésére. Hangsúlyozzák, hogy átfogó uniós védelmi rendszert kell kialakítani a kisebbségek számára, amelyet megbízható ellenőrzési mechanizmus egészít ki. Az elfogadott jelentés azt is megállapítja, hogy folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a tagállamok megfelelnek-e a csatlakozás előtt vállalt koppenhágai kritériumoknak. Sógor Csaba az RMDSZ európai parlamenti képviselője, aki maga is oroszlán részt vállalt a dokumentum kidolgozásában, hatalmas fegyverténynek nevezte, hogy az elmúlt években sikerült állásfoglalásra bírni az Európai Néppártot és az Európai Parlament illetékes szakbizottságait is. Ennek a hosszú folyamatnak az eredménye, hogy az Európai Parlament a történelme során még sosem állt ki ennyire határozottan a kisebbségi közösségek védelméért, mint most. Az elmúlt időszakban, főleg ebben az 5 esztendőben nagyon sok tekintetben elmozdult az eddigi néppárt és parlament is egy jó irányba. Ez azt jelenti, hogy 3 évente van az állampolgárság, az uniós állampolgárságról szóló jelentés, akkor a petíciós bizottság is hozott egy határozatot, és most legutóbb a Libe szakbizottság az úgynevezett nagy jelentésben hát kimondottan kisebbségi, csak hagyományos nemzeti kisebbség kérdésekkel foglalkozott. Eddig ugye a kulturális bizottságban jelentek meg ilyen egyéni kezdeményezések nyelvi, kulturális, oktatási jogokban, ez egy kicsivel több. Nyilvánvaló, hogy a nyelvi, kulturális jogok mellett például ilyen van benne, hogy nem lehet megváltoztatni a közigazgatási határokat a kisebbségek engedélye vagy jóváhagyása nélkül, vagy hogy a sok nyelvűségre a pénzt a központi költségvetésből fordítsák. Ez egy egyéni kezdeményezés, egy egyéni javaslat, akkor lesz belőle törvényerő, hogyha a bizottság ezt magáével teszi, rábólint, és utána felkéri a parlamentet, hogy jogalkotás
szabályozási javaslatot, törvénytervezetet tegyen, ami aztán kötelező. Ebben volt nagy segítségünkre közben a Minority Safe Pack is, a több mint 1,1 millió aláírás, ezúttal is köszönünk, és hát abban bízunk, hogyha nem ez a parlament a következő érdemben fog foglalkozni, nagy részben a bizottságtól függ az, hogy lesz egy ilyen javaslat, vagy sem. Mi a dolgunkat elvégeztük, és az a dolgunk, hogy minden olyan éves emberjogi jelentésben például, és minden olyan jelentésben, ahol emberi jogokról, kisebbségi jogokról van szó, az meglegyen. Sógor Csaba módosító javaslatai nyomán az Európai Parlament jelentése a Minority Safe Pack kisebbségvédelmi kezdeményezésre is hivatkozik. A dokumentum hangsúlyozza, az európai polgári kezdeményezés keretében 1.215.879 aláírás gyűlt össze, ami az uniós polgárok azon akaratát tükrözi, hogy uniós szinten meg kell erősíteni a kisebbségi politikákra irányuló jogalkotási keretet. Ennek kapcsán arra bátorítja a bizottságot, hogy tárja fel azokat a módszereket, amelyekkel a kisebbségek érdekei és szükségletei jobban képviselhetők uniós szinten. Az Európai Parlament által elfogadott dokumentum ezek mellett kimondja, fontos a kérdéssel foglalkozni, hiszen az EU polgárainak körülbelül 8%-a a nemzeti kisebbségekhez tartozik, és körülbelül 10%-uk regionális vagy kisebbségi nyelvet beszél, azaz 40-50 millió uniós polgár helyzetéről van szó. Nyomatékosítja ugyanakkor a tagállamok fele, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek védelme hozzájárul Európa fenntartható jövőjének a megteremtéséhez. Ez a jótékony hatás pedig nem csak a kisebbségekre korlátozódik, hiszen ez a védelem és támogatás mindenki számára stabilitást, gazdasági fejlődést és jólétet biztosít. Ezek a megállapítások mindenképpen egy jelentős szemléletváltást jeleznek az európai politikai közgondolkodásban. Azt jelzi, hogy az európai politika bizonyos tagállamok ellenkezése dacára a nemzetállami szemléletről lassan átfordul egy föderális európai szemlélet felé. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kisebbségpolitika kérdésköre kikerüljön a tagállamok kizárólagos hatásköréből. Dr. Muradin János, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára szerint minden jel arra utal, hogy Európában paradigmaváltás következhet be a kisebbségek helyzetének a rendezése terén. Hát bizony, eltelt jó néhány évtized az Európai Unió létrejötte óta, sőt a rendszerváltás vagy rendszerváltozás óta is ugye Közép-Európában, és most jutottunk el oda, hogy az Európai Unióban 60 év után a kisebbségi kérdések előtérbe kerülnek, vagy legalábbis szó van róluk. Ugye az Európai Unió az egy folyamatosan fejlődő integrációs folyamatot jelent, tehát nem egy stagnálós állapot. Ezért tulajdonképpen a bizonyos tagállami szuverén területek fokozatos átadása az Európai Unió részére, az egy 60 éve zajló folyamat. A leginkább gazdasági téren haladt előre ez a kérdés, illetőleg kereskedelmi viszonyrendszerben, ami a politikát, a belpolitikát, akár a kulturális kérdéseket illeti, ez jóval lassabb ez a folyamat. Na most végre elérkeztünk ugye oda, hogy a kisebbségi kérdések is napirendre kerülhetnek. Ez sokak szemében úgy tűnhet, hogy egyfajta pálfordulás, de nem, itt nem erről van szó. Tulajdonképpen megérett az idő arra, hogy a kisebbségi kérdésekről is beszéljünk, hiszen az Európai Unió lakosságának, az európai állampolgároknak 10%-a ugye olyan nemzeti kisebbség, aki őshonosként él a saját országában, és nyilván a kisebbségi létnek a küzdelmeivel kell, hogy megküzdködjön nap mint nap. Na most nem lehet 50 millió embernek az életét tulajdonképpen semmibe venni, és ugyanolyan Európai Uniós állampolgár, minden kisebbségi, őshonos kisebbségi állampolgár, mint bármelyik többségi is. Na most az Európai Unióban az utóbbi hónapokban a Minority Safe Pack ugye az egészen jól sikerült kampánya, és annak a látványos eredménye, a több mint 1 millió 200 ezer szavazat, ami ugye ezt a kezdeményezést övezte, és tulajdonképpen ezáltal egyfajta legalitást nyújtott számára, oda vezetett, hogy az Európai Unió és azon belül a bizottság, illetőleg az EU parlament is kötelezően, hogy foglalkoznia kell, tehát a bizottságnak és parlamentnek is foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Benne van a lisszaboni szerződésben, a most legújabban ugye 2009-től hatályban lépett szerződésben, hogy az Európai Unió abban az esetben, ha a polgári kezdeményezés aláíróinak a száma meghaladja az 1 millió főt, akkor foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel.
Na most azáltal, hogy az Unió pozitív választ adott arra, hogy a kisebbségi kérdéssel ugye foglalkozni kell, és felhívta a tagállamainak a figyelmét erre, azzal tulajdonképpen egy óriási előrelépést tett az integrációs folyamatban, és az Unió demokratikus deficitjének lefaragásában is. Hiszen ezáltal ugye a kisebbségi jogok bekerülésével az általános emberi jogi kérdések mellett az Európai Unió figyelme most már a kisebbségi, az őshonos kisebbségeknek a speciális jogaira is tekintettel van. Na most a tagállamok számára fontos, hogy ezt az üzenetet, ezt a nem mondom pálfordulást, hanem ezt a megérett helyzetet figyelembe vegyék, és ennek alapján ugye nyilván átgondolják a saját kisebbségpolitikájukat. Ennek a megvalósításában a következő évekre vonatkozóan csak reménykedhetünk, de hát remélhetőleg így lesz. Ez a szemléletváltás különösen az elmúlt 5 évben bontakozott ki azóta, hogy az Európai Parlamentben dolgozó magyar képviselők kezdeményezésére létrehozták a kisebbségek helyzetével foglalkozó frakcióközi bizottságot, amelynek munkájába sikerült bevonni a különböző európai parlamenti pártcsaládok több politikusát is. Hagyományos nemzeti kisebbségekkel, kisebbségi nyelvekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoport gyakorlatilag a mandátum elején megalakult, és most mondjuk néhány hónappal a mandátum vége előtt azt tudom mondani, hogy meg kellett küzdeni azért, hogy létrejöjjön egy ilyen testület, nem magától értetődő volt, és az ülések megszervezése sem egy könnyű dolog, de megérte. 35 ülése volt ennek a munkacsoportnak, ami ugye azt jelenti, hogy frakciók, politikai frakciókon átívelően azok, akik úgy érzik, hogy a nemzeti kisebbségben élő közösségekért tenni fel kell emelni a szavunk, az ügyeket ide kell hozni, azoknak a hangját fel tudjuk erősíteni, és azzal, hogy összegyűlünk és felerősítjük, ezzel hatványozottan tudjuk tenni a lehetőségeket is, a befolyásunkat is. Én azt látom, hogy ebből a 35 ülésből több mint 13 foglalkozott a határon túli magyar közösségek helyzetével. Foglalkozott azokkal az erdélyi ügyekkel, amelyeket ma az erdélyi közösség a legnagyobb problémájának látja, és napirenden tartja. Megpróbáltuk mi is itt az erdélyi kollégákkal együtt ezt napirenden tartani, de igaz ez Felvidékre, igaz ez a mostani kárpátaljai helyzetre, ugye ott most a legnehezebb a helyzet, de igaz arra is, amit a délvidékiek itt el akartak mondani, és amit ők láttak problémának, vagy megláttak megoldási javaslatnak. Úgyhogy van értelme, érdemes ezt fenntartani, és értelme volt olyan szempontból is, hogy ezek az ügyek előjöhettek egy olyan közösségben, most az Európai Parlament közösségét nézve, ahol gyakorlatilag a nem érdeklődés, a passzivitás kell átlépni, azt, hogy valami mozduljon, és valamire felfigyeljenek. Ezért ez minden egyes alkalommal, minden egyes konkrét problémában, ügyben egy újabb és újabb küzdelem. Ezt a küzdelmet folytatjuk együtt itt a határon túli képviselőkkel. Elértünk ugyanakkor lépéseket az idén. Én azt mondom, hogy 2018-as évet ebből a szempontból, még ha nem is konkrét ügyek oldódtak meg, de olyan szempontból, hogy a figyelem, felhívás sikerült, mert lehetett két parlamenti határozatot is elfogadtatni a kisebbségek védelméről, most a hagyományos nemzeti közösségek kisebbségek védelméről, a regionális nyelvek védelméről ilyen szempontból, és nem összekeverve a nagy kisebbségi maszlakban mindent. Ez is egy óriási dolog. Aztán itt van a Minority Safe Pack. Az a kezdeményezés, ami óriási dolog volt, hogy sikerült ma egy olyan világban, ahol a közöny egyre erősebb, mégis 1 millió embert megmozgatni, hogy aláírásával kérjen, követeljen valamit az európai intézményektől, az Európai Bizottságtól a kisebbségi nemzeti közösségek sorsát illetően. Úgyhogy remélem, hogyha a bizottság ma erre süket is, mert azt látjuk, hogy teljesen süket és totál kettős mércében él ma, a 2019-ben jövő új bizottsággal lehet tovább lépni, és lehet komolyan vétetni végre 1 millió ember akaratát és kívánságát. Muradin János egyetemi tanár szerint az Európai Parlament határozottabb fellépése a kisebbségi jogok terén egy hatalmas űrt tölthet be,
Ugyanis bár a tagfelvételi szerződésben a tagországok vállalták a kisebbségek jogainak a garantálását, a szerződés nem rendelkezett konkrétan arról, hogy mit is vár el az unió. Így voltak olyan tagországok, köztük Románia is, akik aláírták ugyan a szerződést, ám az erre vonatkozó európai rendelkezések hiányosságai miatt gyakorlatilag azt tettek, amit akartak. Az európai intézmények pedig, ha lett is volna erre halvány szándék, konkrét uniós szabályozás hiányában a tagországok hatáskörében hagyták a kisebbségi jogok kérdését. Úgy tűnik azonban, hogy ennek a strucc politikának hamarosan vége szakad, és ez remélhetőleg kiózanítólag hat majd Románia számára is. Az erdélyi magyar politikai elemzők többsége számára azonban nem kétséges, hogy miként reagál majd Románia egy egységes európai kisebbségjogi szabályozás kidolgozásának az ötletére. A Sajtóprés című műsorunkban meghívott újságírók úgy látják, ameddig az uniós testületek elvi szinten közelítenek a kérdéshez, és nincs részletekbe menően szabályozva minden egyes kisebbségi jog, addig a román állam megtalálja a módját annak, hogy kikerülje ezeket a szabályokat. Szerintem azért érezzük ezt egyfajta áttörésnek, mivel ugye tudjuk nagyon jól, hogy az elmúlt években vagy elmúlt évtizedekben uniós szinten, ha bár szorgalmaztuk, és nem csak az erdélyi magyar közösség, hanem akár a felvidékiek is szorgalmazták, hogy igen, legyen egy egységes uniós szabályozás a nemzeti kisebbségek védelme tekintetében, és akkor ezt Brüsszelben mindig, hát vagy lesöpörték az asztalról, vagy hát nem, diplomatikusabban inkább azt mondták, hogy ráérünk-e arra még. És akkor most történtek az elmúlt időszakban több előrelépés is történt, és akkor ezért véljük mi áttörésnek is. De szerintem nagyon lassan őrülnek a malmok arra fele, és azért nem szabad elragadtatnunk. De legalább őrülnek, igen, mert eddig ugye az volt, hogy Brüsszel mindig azt mondta, hogy a kisebbségi ügyek azok nemzeti hatáskörbe tartoznak. Most akkor mégsem tartoznak nemzeti hatáskörbe? Vagy valóban itt Szabolcs kétszer is az áttörés szót használta. Most áttörés ez a jelentés, vagy áttörés? Én nem hiszem, hogy érdemben áttörés, ez inkább valami forma. Addig, amíg mondjuk nagyvárad polgármestere Borozsán úr meg tudja akadályozni, hogy egy új magyar tannyelvi iskola létrejöjjön Nagyváradon, ahogy ezt most kérték a napokban. Tehát, hogy ezt leseperheti egyetlen mozdulattal, ráadásul sajnos némi magyar néppárti segédlettel vagy egyetértéssel, addig szerintem ezek a brüsszeli jelentések kutyafülét nem érnek, hogyha semmiben nem befolyásolnak mondjuk egy ilyen döntést, vagy egy ilyen elutasítást. Tehát addig szerintem lehet, hogy forognak a malomnak a kerekei, de üresen őrülnek, vagy nem búzát, hanem a semmit. Az Európai Parlament kisebbségjogi fellépésének romániai hatását nagy mértékben csökkentheti az is, hogy a következő év választási év lesz Romániában. Emiatt alig hihető, hogy valaki is érdemben foglalkozna ezzel a kisebbségi kérdéssel. Románia emellett egy kifejezetten konfrontatív viszonyt alakított ki Brüsszellel szemben, így az európai kisebbségvédelmi szabályozás határozott román elutasítása akár jól is jöhet a román pártoknak a jövő évi választásokra nézve. Sajnos nem valószínű, hogy a mostani feszült belpolitikai viszonyok között a román kormánynak lesz még erre kapacitása. Egyáltalán megmeri-e nyitni ezt a problematikát most, amikor ugye a kormány folyamatos ellenzéki támadások, illetőleg az államfővel való állandó konfliktus miatt ezáltal magának például a nacionalista román tömegek tekintetéből egy újabb támadási felületet nyújtana. Tehát nem valószínű, hogy ezt most ugye ezt a gondolatot felkarolja. A szavazási lehetőség az, hogy jövőre 2019-ben ugye államfőválasztás lesz Romániában. Nyilván a nacionalista diskurzus felerősödhet, és aki ezt a nacionalista kártyát akarja kijátszani, az annak számára kisebbségi kérdések nyilván nem, hogy nem előnyösek, hanem tulajdonképpen éppen hátrányosnak tűnhetnek. Tehát, hogy a közeljövőben, a következő hónapokban nem várható ebben nagyobb előrelépés román oldalról, ez mondhatnám borítékolható, szomorúan kell ezt megállapítanunk, de ettől függetlenül reméljük, hogy a választások elcsitulása
után, tehát tulajdonképpen a következő év végére, miután az EU parlamenti választások is és a román államelnöki választások is lejártak, ez a kérdés újból felbukkanhat. Nyilván csak lassú lépésekkel ugye lehet ebben előrelépést elérni. Tulajdonképpen a nemzeti feszültségek Románián belül, de Közép-Európában általában olyan helyzetet teremtenek, hogy a kisebbségi kérdést nem lehet egy csapásra ugye maximális jogi biztosítással megoldani. Az a szerencsés helyzet, hogyha ezt a kérdést folyamatosan napirenden lehet tartani, hogyha az RMDSZ, hogyha a kisebbségi képviselet igyekszik ezt a dolgot ugye folyamatosan a politika szinterén tartani, és apróbb lépésekkel sikerül elérnie azt, hogy tulajdonképpen az inger küszöb egyre tágabb legyen ugye a román többség tekintetében, és elfogadjanak olyan kérdéseket, olyan speciális jogi szabályozási szükségletet, amit ugye a kisebbségek megérdemelnek, és ami tulajdonképpen számukra a túlélés, a megmaradásnak ugye a szimbóluma, a lehetősége és a kerete. Az RMDSZ pedig láthatóan semmit sem bízna a véletlenre. A szövetség hétfőn törvénytervezetet nyújtott be a parlamentben, amellyel a mindmáig meg nem valósult gyulafehérvári ígéreteket emelni törvényerőre. A jogszabálytervezetbe beiktatták az 1918-ban elfogadott gyulafehérvári nyilatkozat harmadik pontjának az első alpontját, amely a kisebbségek jogait szögezte le. Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő népnek, minden nép számára a saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek által, és a lakosok számának arányában minden nép képviseleti jogot fog kapni a törvényhozó testületben és a kormányzati szervekben. Pontszerűen a gyulafehérvári nyilatkozat harmadik pontján a kisebbségekre vonatkozó részét ültettük át, ugyanabban az összefüggés rendszerben, tehát az oktatási meg kulturális rendszereknek a kisebbség által való működtetése, az igazságügyi rendszerben való, anyanyelven való hozzáférés, a közigazgatási rendszereknek az átalakítása úgy, hogy legyen meg az önrendelkezési mechanizmus. Itt gondoltunk akár történelmi régiókra, vagy akár gondoltunk, hogy nagyobb jelentős számú kisebbségek által lakott megyék közös szövetségei által lehessenek fejlesztési régiókat, akár sajátos speciális autonómia státussal rendelkező régiókat létrehozni, vagy a megválaszthatóság, a képviselhetőség, ugye azt mondja a gyulafehérvári nyilatkozat, hogy minden kisebbség számarányának megfelelően kell részt vegyen, úgy a választott, mint a kinevezett kormányzati intézményekben, ezért úgy az Európa Parlamenti, mint az önkormányzati, valamint a román parlamenti választásokra ezt megfogalmazott nagyon precízen, és elmondjuk azt is, hogy minden kormányzati intézményben, úgy a vezető, mint a végrehajtói tisztségekben, munkakörökben a kisebbségeknek a számarányához képest kell megteremteni a munkafeltételeket, és annyi kisebbsége által delegált személyt kell alkalmazni. A romániai kisebbségek helyzete nem csak az Európai Unió, hanem az ENSZ figyelmét is felkeltette. A nemzetközi szervezet november 29-én Genfben foglalkozott a nemzeti kisebbségek helyzetével. Vince Lóránt, a FUEN elnöke a rendezvényen elmondta, Romániában még mindig sérülnek a magyar kisebbség jogai. Bírósági döntésekkel államosítják vissza a magyar történelmi egyházak ingatlanjait, óriási büntetéseket rónak ki közösségi szimbólumaink használatáért. Mint mondta, a magyar kultúra még mindig nem jelenik meg súlyának megfelelő mértékben a köztereken, és az anyanyelv használat sem biztosított kellőképpen a közintézményekben. Románia elutasítja, hogy megoldást találjon ezekre a problémákra, hívta fel a figyelmet Vince Lóránt a fórumon. A FUEN meghívására egyébként december 5-én háromnapos romániai látogatásra érkezik Fernandé Várénész, az ENSZ kisebbségi külön megbízottja, aki a határon túli magyar közösségek helyzetéről, illetve a nyelvi jogok gyakorlati alkalmazásáról tájékozódik majd. Úgy tűnik tehát, hogy sikerült áttörni a közöny falát Európában, az Uniót és a nemzetközi jogvédő szervezeteket foglalkoztatja a romániai magyarok helyzete, és minden jel arra utal, hogy a májusi EP választásokat követő új Európai Parlament kiemelt témaként kezeli majd a kisebbségi kérdést. És egyre valószínűbb az is, hogyha nem is a közeljövőben, de Románia előbb-utóbb rákényszerül arra, hogy felülvizsgálja a centenáriumi ünnepségeken is kinyilvánított nemzetállami politikáját, és érdemben kell foglalkozzon az erdélyi magyarok immár egy évszázados jogköveteléseivel. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk jövő héten is itt a Metszedben. A viszontlátásra!